Nekünk egyébként missziónknak, közös missziónak kell lennie annak, hogy élénkítsük az érdeklődést a fiatal generációkban a politika iránt. Gondoljanak bármit a világról, az szerintem egy nagyon fontos célkitűzés, hogy a fiatal generációknak minél nagyobb százaléka foglalkozzon közügyekkel és politikával, és elárulok egy olyan kulisszatitkot, hogy személyes és a 10X-nek is célkitűzése lesz, hogy minél nagyobb politikai beleszólást adjunk a fiataloknak a közügyeinkben és a közügyek intézésében. Én ezt óriási felelőtlenségnek tartom a részéről és a Momentum részéről is, mert generációváltásról beszélsz, és arról beszélsz, hogy mennyi sok fiatal támogat titeket. Véletlenül ez így is van. Viszont ezeknek a fiataloknak a szavazatát, az aktivitását egy olyan ellenzéki összefogásba csatornázzátok be, amelyiknek továbbra is a tagja Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára és a 2015-i arcok ott vannak. Tehát a fiatalok jönnek, lelkesen ragasztják a matricákat, Mi Hazánkosokat és Momentumosokat is, és előbb-utóbb a szavazataikból olyan mandátumok fognak kulminálódni, akik ugyanazokat a politikusokat fogják visszahozni, hogy a 2015 egyszerűen módszeresen tönkretették ezt az országot. Nem is értem, hogy ez hogy tud hiteles lenni. Akkor miért nem mondjátok azt, hogy börtönbe Gyurcsányékkal, és mi pedig már egy szeretnénk, akkor mi lilák vagyunk, és minket ez nem érdekel, mi szeretnénk egy új platformot teremteni. Hát ehhez kéne bátorság, pont erről beszéltem, ami nyilván nem fog jelentsét. Van itt egy Orbánunk, meg egy Gyurcsányunk, aki két kis titkár, már a 80-as években egymással versengtek, és nagyon jó lenne, hogyha már itt vagyunk, teljesen új generációs politikusok, nem Gyurcsányról menne a vita, hanem arról vitáznánk, hogy nektek milyen jövőben mutató elképzeléseitek vannak, nekünk milyen elképzeléseink voltok. Nagyon beakadt ez a Gyurcsány. Te is, én például speciál 7 éves voltam, amikor 2006-ban megtörténtek az események, nyilván az is traumatizált, de hogy én ezt lepakolnám már magunkról. Tehát, hogy ne erről szóljon a politika. Tehát, hogy kezdjünk most már a 21. századba átmenni, és termeljük ki azokat az új generációs politikusokat, akik a mi generációnkat fogják képviselni. És a Momentum legközelebb? Már megint erről beszélek, hogy ellenzéki összefogásról, Gyurcsányról, technikai kérdésekről akarsz vitatni. Nem technikai kérdés, hogy 2015-i emberek. Mert kapcsolnak elfelé a nézők.